megállunk a matrac elején, összezárjuk a lábfejeket, comb feszült életkalács felhúz, hátat egyenesben tartjuk, teljes idős jóga légzéssel kezdjük az órát, hosszú mély ki és belégzés az orrodon keresztül, maximálisan megtöltöd a tüdőt, kihasználjuk a teljes tüdőkapacitást, használjuk a tüdő alsó részét is, hasi részt, hasba veszed a levegőt, tüdő, tüdőcsúcs, alulról kipréselve a levegőt, fölfelé szépen kiüríted a tüdőt. Ez a légzés, ez majd fontos lesz az óra egész ideje alatt, ugyanolyan fontos a légzés, mint az ászonák kivitelezése. Napüdvözletekkel be fogunk melegíteni, most csak két kört csinálunk a rövidített időtartam miatt. Zárjuk a kezeket, belégzésre hajolsz hátra, kilégzésre egyenes hátra hajolunk előre, hátra megy a jobb láb, omorít belégzés, mellé zársz, lefele néző kutyapóz, ülőcsontot tolod fel, tenyeret, talpat nyomod a matracba, légzés szünetre előre engeded a csípőt, felfele néző kutya, belégzés, nyitod a mellkast, menj vissza a felé kilégzésre, megint lefele néző kutya, próbáld a sarkat letenni a padlóra, visszalép a bal láb a két kéz közé, homorít belégzés, mellé zársz rá, hogy össze kinyújtott lábakra, és egyenesen hátra, hogy emelkedünk fel, hosszú mély belégzés, gyakorlat eleje, szóval azt csinálunk egy kört a másik oldalra is, belégzésre hajolsz hátra, kilégzés előre ráhajolunk, a kinyújtott lábakra után lesz, a megy hátra a bal láb most, homorít belégzés, mellé zársz, lefele néző kutyapóz, egyenes a gerinc, ülőcsont megy föl, légzés szünetre előre engeded a csípőt, picit lehet rogyasztani a karokat, felfele néző kutya vállalat engedett hátra, megy vissza, felé kilégzés, visszalép a jobb láb a két kéz közé, homorít belégzés, mellé zársz rá, hogy rossz, hogy így a lábakra, és utána egyenes hátra emelkedünk fel, hosszú mély belégzés, gyakorlat eleje, szamaszi. Most csak hat légzésig fogjuk kitartani az ászanákat, egy rövid fél órás mozgást fogunk csinálni, rövidített gyakorlatsor lesz belégzés, emeled a kezedet arra, csandrászna, fél volt, hoz kicsit bemelegítjük a hátukat, jobb oldalra hajlunk el, mint a két üveglap között lennél. Bepréselve, tenyereket összezárod, könyök kinyújt a fülek mellett, has behúz, mellkas tolod előre, szemközti falon kinézel egy pontot, oda összpontosítjuk, és megy folyamatosan a légzés, szépen próbálsz sínba maradni, nem fordulunk el, oldal irányba nyomod ki a csípőt, véseled a jobb oldalt, nyújtod a bal oldal izmait. Belégzésre emelkedsz föl, kilégzésre leengedett, belégzésre emeljük a másik oldalt, hajolsz el, folyamatos a légzés, haskörüli izmokat megfeszített, mellkast tolod előre. Tombizom aktív, nem engedjük behajolni a térdeket, szépen minden egyes légzéssel próbálsz lejjebb ereszkedni a pózba. Lazulj bele a pózba, lazíts bele magad a pózba, lélegezz bele magad a pózba. Hat légzésig próbáld kitartani. Belégzésre emelkedsz föl, kilégzésre leengeded, belégzésre emeljük újra, hátrahajulunk. Harmadik része a gyakorlatnak, fél volt póz, megkastolod a tapon irányába, próbálod a minél jobban próbáljuk a kinyújtott karokat hátra tolni, ezzel fogjuk mozdítani a mellkast a plafon irányába. Picit mozdítod előre a csípőt, dolgozik a hasizom, mellkasi légzés. Vállak lazák, vállakat távolítod a fülektől. Aki régebben gyakorolja az ászanát, ez egy picit hajolhat jobban hátból, derékból, mert alapvetően nem terhet az derekadat. Jó, kilégzésre leengeded, belégzésre emeljük újra, előre hajolunk, bárba használsz a kontrapóz, egyenes háttal hajolsz előre. Itt két fontos dolog van, a zombizom aktív, tél nem hajlik, egyenes a gerincoszlop, fejtetőt tolod előre, megkapaszkodsz a sarkadban, hogyha megy. És közelítjük először a hasunkat a combhoz, mellkast a térdhez. Próbáljuk nem bukosítani a hátat, egyenes a gerincoszlop, megmondjuk az alsó csigolyákat azzal, hogy nem bukos a hát, amikor előre hajolsz. Érezd, hogy a hátsó combizmok nyúlnak, tolod előre a fejtetőt, megy a légzés.
egyenes háttal emelkedik fel, és már úgy az, hogy is a térdeket leengeded, nézel a két tenyered közé, mutatászom a szék póz, kicsit bemelegítjük a lábunkat, vállat, megillazzák, egyenes a gerincoszlop, egészen addig leengeded a térdedet, ameddig még a sarkat lemarad a padló, has, behúz fenék, behúz vállat, hazánk, könyök, egyenes, nézel a két tenyered közé, hat légzés után le fogjuk váltani a gyakorlatot. És leengeded a combodat vízszintesbe, másik verziója gyakorlatilag combi szintes, egyenesen átnézzel a két tenyered közé, dolgoztatjuk egy picit a gerinc melletti hátizmokat, próbáld a gerincet egyenesben tartani, menjen a légzés, nagyon jó hátgyakorlat, erősítjük a gerinc melletti hátizmokat, szépen kiegyenesíted a gerincedet, menjen a légzés. Belégzésen emelkedsz. Föl csinálunk egy gerinccsavaró gyakorlatot, leengeded, további 6 légzésig elcsavarod a hátadat, bal könyökkel kinyomod a jobb térdet, plafon irányába nézel, gerinccsavaró verziója a gyakorlatnak. Itt megint törekszünk arra, hogy minél jobban közelíteni a combot a vízszinteshez, gerincoszlop egyenes, fordd előre a fejtetőt, érezd, hogy a nyaki csigolyáknál is fordul ugye a fej, csavarjuk teljes hosszában a gerincet, megy a légzés, mindig a kilégzésnél csavarodsz rá. Jó, belégzésre emelkedsz föl, kilégzésre megyünk a másik irányba, megcsavarjuk a gerincet. Jobb könyök, bal tér mögé, bal oldalra fordulsz. Szépen hosszan mélyen lélegzünk. Ugye a légzés a kulcsa a jogának, próbálod melegen tartani a testet, fölmelegíteni a testet, ugyanlégzéssel beindítom a méregtelenítést, harmonizáljuk, szinkronizáljuk a légzés a mozdulattal. Belégzésen emelkedsz föl, csípőszíves terpeszben leállunk, kiemeljük a sarkunkat, C-pót, másik verziója, csak 6 légzési kiemeled, leengeded a combodat, viszintesbe, amennyire lehet, próbálsz maximálisan lábújhelyre állni, vállat hozzák, gerincoszlop egyenes, nagyon szép. Megy a légzés, ezzel egy picit erősítjük a lábfejnek a tartóizmait, nyújtva a fokasüllyedés. Nagyon szépen kezelhető ezekkel a gyakorlatokkal. Megy a levegő, próbáld kitartani. Ezeket a gyakorlatokat 20-21 légzésig is ki lehet egyébként tartani, akkor majdnem másfél órási gyakorlatban. Most egy rövidített verziót csinálunk. Jó, garudászana egyensúlyozó pózokkal. Folytatjuk, bal láb, hogy azt jól láb, fűz, mint hogyha lejönnél egy székre. Jobb könyök megy alul, tegyek úgy összerakjuk az arc előtt, hogy üvegkörök az arc irányába néznek, vállat lazák, gerincoszlop egyenes, nézzünk előre, vagy az orrhegyünkre, megy a légzés folyamatosan, próbáld, az egyensúlyozó gyakorlatok oldják a stresszt, növelik a koncentrációs képességet, harmonizálják az agyféltekének a működését, megy a légzés, próbáld minél jobban lehúzni az arc előtt az összerakott tenyereket, fogod érezni, hogy szépen a vállőizmok és a lapuszka közötti hátizmok lazulnak. Oldalcsere, jobb lábogyaszt, bal lába emel, bal könyök megy alul, megcseréljük a másik oldalra is, és szépen folyamatosan megy a légzés. Ha alul fűzöd, tudod fűzni a bokádat, a lábfejedet be tudod tenni a vállad mögé, akkor próbálsz minél lejjebb ülni a pózba, azzal szépen fogod préselni a lábadat, az egy nagyon jó masszázs az alsó nyírokrendszer. Ez az, megy a légzés. Nagyon jó, következő gyakorlat, ekobárdot csinálatos írseszme, a féllábas egyensúlyozó erősítő póz, jobb lábad fennmár felemelet, talpalat kulcsolod a kezedet, és nyújtod ki előre. Próbáljuk mind a két lábat egyenesben tartani. Ez az, nagyon jó, szép, vegyetek levegőt, vállat hozzák, nem görcsösonyak, gerincoszlop amennyire lehet egyenes. Hogyha nem megy az előre nyújtás, akkor megállunk csak egyelőre, ugye fél lábon, nem felhúzod szépen a térdedet, és próbálsz megállni ebben a pózban, amikor már szépen megy az előrenyújtás, akkor
Következő gyakorlat, lekapálod a mászna, fél lába csípóz, jobb lábad emeled, bal kéz emel, hajolunk majd előre, föntről indulsz, szépen lassan, amikor megvan az egyensúly, akkor engeded le, addig mész, nem eddig mész, szépen készen tudod tartani a pózt. Nagyon jó, támaszkodó láb térdét próbáljuk egyenesíteni, fixálod a térdet, ne engedd lehajolni, és amennyire lehet a csípőt ne fordíts ki oldal irányba, azzal könnyebben fogod tudni az egyensúlyt tartani. Nagyon szép. Jó, leengedett. Másik láb. Bal láb emel. Belégzésre emel a jobbkal, és kilégzésre ereszkedsz bele a pózba. Azaz, nagyon jó. És megy a légzés. A légzés ugyanolyan fontos, itt sem hagyjuk el a légzést. Az egyensúlyozás közben nagyon fontos a levegő. Jó. Következő gyakorlat, Vrikshasana, fa póz, utolsó egyensúlyozó ászana. Jobb lábat emeljük minél magasabbra a medencén, lábfejedet rakod föl, térdeket közelítjük egymáshoz, és a test csíkjába próbálod forgatni a térdedet, a medence egy kicsit forgat be előre, behúzzuk a fenekünket, fejletően nyújtózkodsz fölfelé, szemközti falon kinézel egy pontot, és megy az egyensúlyozás. Ugye a lépzésnél itt is az a fontos, hogy az egyensúlyozó gyakorlatokban, hogy az elme az életlevegőkben helyezkedik el. Minél jobban megnyugtatod a lépzést, annál könnyebben fogsz tudni figyelni, koncentrálni. Jó, leengedjük. Lábtartás csere. Bal lábat emeled minél magasabbra. Fölteszed. Hogyha ez a fél lótuszos póz nem megy, akkor egyszerűen csak támasztjuk a talpunkat a térden, és akkor megállsz, mind a két kézemmel az a verzió is működik, hogyha valakinek fáj a térde, vagy érzékeny, akkor lehet azt a verziót gyakorolni. Jó! És hátra lépsz a bal lábbal, jobb lábban elől, és fordulj át erre, az nagyon jó. Futik a trikó, nászon a oldalsó középtalatásra nyitod a kart, jobb láb elől, jobb tenyér megy, jobbok felé, és a bal kéz ujjaira nézel. Egyenesek a térdek, minden két lábon ugyanannyi súly van, próbálsz síkban maradni, has behúz, mellkas oldal irányba, tolod, tekintet a bal kéz ujjaira. Érezd, hogy dolgoznak a törzsizmai, hasizom aktív, combizom szintén. Megy a légzés, folyamatosan légzést fenntart. Jó, belégzésre jössz fel, fordulsz ki a másik irányba, és kilégzésre már megy is a bal tenyér a bal boka elé. Nem baj, hogyha az ujjunk nem érinti a padlót, ha nagyon nehéz, akkor megtámaszkodsz a sípcsonton, és úgy nézed. Az a lényeg, hogy a mellkas és a csípő ne forduljon belőle. Jó, belégzésre jössz fel, mondod a pózt, megállod a matrac elején, hátra lépsz most megint majd a bal lábaddal, azaz. Virabad rászod a hősipót, most egy picit legyen nagyobb a póz, hátra lépsz. Tehát annyira lép hátra, hogy amikor leengeded a combodat vízindegybe, a térdet az a boka fölött lesz. Belégzésre emeled a kezed, nézel a két tenyered közé, csípőt, medencét fordítod előre, vállak lazzák, könnyök kinyújt tenyereket össze, akkor nézel a két tenyered közé, és megy a légzés. Mind a két talpadat nyomod a padlóba, erőteljesen, hátul lévő lábnak a talpét is próbáljuk közelíteni a matrachoz. Nagyon jó, belégzésre jössz fel, fordulsz ki a másik irányba, és kilégzésre már engeded is le. Gerincozott egyenes, próbál távolítani a csigolyát.
helyezésre jössz fel, és most megint megcseréljük úgy a lábat, hogy a jobb láb elől erre, bal láb hátul. Virabadrászennek megcsináljuk a B verzióját, amikor is a csípőt most oldalirányba nyitod. Combot leengedem kiszintesbe, gerincoszlop függőleges, oldalirányba megyek el, kar, vállak, lazák, újtózkodsz. Nézel a tekintet, megy a jobb kéz ujjaira, függőleges a gerinc, nem kell előre hajolni, comb kiszintes. Próbálod a mellkast és a csípőt oldalirányba megtartani. Hátsó tér is szintén egyenes. Menj a légzés. Nagyon jó, belégzés jössz fel, fordulsz ki a másik irányba, és kilégzésre már rakod is le. A balcon megy vízszintesig, és itt szépen a mellkas előre néz, csípő előre néz. Szépen folyamatosan léled. Törekedjünk arra, hogy inkább kevesebb időt maradjunk egy pózban, de legyen pontos, hogyha esetleg 10 légzésig, 15 légzésig csinálod, akkor megcsináltuk két darabban. Jó, matrac elején állsz megint. Megint hátra lépünk egyet a bal lába. Csípőn van a kéz. Pásod elmászanak. Kilégzésre hajolunk előre, próbálod a hasadat közelíteni a combhoz, mellkast a térdet, egy picit lenyújtjuk a hátsó combizmot. Mind a két lábon ugyanannyi súlyt érdem majd. És figyelj oda arra, hogy a csípő az beforduljon, egyenes a gerincoszlop, nyaki csigolyák folytatása a gerincnek, tehát ne feszítsük fel a fejet, hogy megölcsösödjön a nyak. És lélegezz, ereszkedj bele a gyakorlatban. Jó belégzésre jössz fel, fordulsz ki a másik irányba, és kilégzésre már megyünk. Sáska, pósz, salabászana, fáj.
légzésig megpróbáljuk kitartani, ez egy picit nehezebb gyakorlat. Röplatás, kézlátásban beteszed a kezedet a hasad alá, és szépen kiemeled a lábadat minél magasabbra, amelyen magasra tudod. Hogyha egy pici segítség van, akkor rá lehet segíteni, és akkor fel lehet volni egész magasan. Hallasz. Ez egy nagyon jó gyakorlat, nagyon erősíti az alsó háti részt. Vegyetek közben a levegőt. Nagyon jó, leengeded, hátrahúzod a sarkot, és megnyújtod. Jogában egy örök elv. Lenyújtasz valamit egyik irányba, utána lenyújtod a másikba. Kontrahimitás. Jó, visszafekszünk, maga rászol a krokodil póz. Előre megy a kar, hasonlóan fekszel, kiemelkedsz, és elemeled most a lábadat is a padlótól. Csak a hasadon egyensúlyozva nyújtózkodsz előre-hátra. Teljes hosszában dolgoztatjuk a hátizmot, nagyon jó hatással van a gerincre, és egy nagyon egyszerű hátgyakorlat mindenkinek, akinek különböző hát problémái vannak. Ezeket a gyakorlatokat minden nap lehet csinálni. Nagyon jól dolgoztatja azokat az izmokat, amiknek ugye egészséges vagy erősen kell lenni ahhoz, hogy a gerinc egészséges legyen. Hátra ülsz a sarkadra, nyújtott magadhoz, és csinálunk egy utolsó hátgyakorlatot, Dhanurasana, így hoz. Kívülről fogod a bokát, bölcső póz, mindenki ismeri. Kívülről fogod a bokát, kiemelkedsz, napon irányába nézel, és próbáld a térdeket minél jobban közelíteni egymáshoz. Ez is lazítja, erősíti a hátat, nyitja a mellkast, lazítja a vállakat. Tekinted a plafon irányába, és megy a légzés, próbálod folyamatosan szépen csinálni a légzést. Jó, leengeded, lenyújtod a hátadat, és leülsz újra a ülésbe a matracon. Vastagon lesz a nap, és már lazító gyakorlatok lesznek. Belégzésre megnyugodhatsz föl, kilégzésre pedig hajolunk előre. Lábfej kipál, szombizom napig, térre emelkedett behajolni. Próbálod a gerinc az a alsó részét nyújtani, tehát itt se legyen a gerinc. Kukos, fej, nyakicsibolyák, folytatás a gerinc oszlopnak. Próbálsz minél jobban hassal fölfeküdni a combra, mellkasol a térre, lábfej kipál, annál aktívabb lesz a hátsó combizom. És lélegezz, próbálj belenyújtózni a pózba, érezd, hogy a hátsó combizom és az alháti rész az nyúlik. Légzés, megint kulcsa a lazításnak, légzésen keresztül tudsz ellazulni, oldani a feszültséget, az izmokban oldani az energetikai dolgokat. Leülsz a magad az elejére, szúrt a virászana, alvó ősi póz, leülünk a két sarkunk közé a padlóra. Ha megy, akkor szépen hátra fekszel, kinyújtózol. Ha nem megy, akkor természetesen próbálod, leteszed csak a tenyeredet, a könyöködet, ami megy, de a végcél az az lesz, hogy szépen a fenekünk nem van a padlón, és le tudsz feküdni. Ezzel szépen kinyújtjuk a comb, tér, boga körüli izmokat, szalagokat, igazítjuk a tükületeket. Könyökkel támasztod alá a hátadat és úgy jössz föl. Leülsz törökülésre a matracon, összerakod a talpakat a gátizom előtt, vad a kórnászon egy csípőnyitó gyakorlatot is csinálunk azért. Felhúzod, próbáld a sarkokat minél jobban behúzni a gátizomig, érdeket közelíteni a padlóhoz. Egyenes a gerinc, és utána egyenes háttal próbálunk előre hajolni, mellkast próbáljuk közelíteni a lábfejekhez, homlokot a padlóhoz. És közben megy a légzés. Mindvégig, minden egyes gyakorlat közben hosszan, mélyen ki és a ki és belégzést fenntartod. Kinyújtott most a kerincskabot a gyakorlathoz, jobb lábat felhúzott, Balicsi Ászana,
jobb lábat felhúzod, bal láb kinyújt, bal kézemet és jobb oldalra fordulunk el, próbálod a felfogóval kinyújtni a térdedet, gerincozod egyenes fejtetővel, nyújtózkodsz fölfelé, csavarjuk a gerincet, nézel az ellenkező irányba, próbáld az állatot is betenni a vállad fölé, minél jobban kalkosod a nyaki csigolyáig, csavarod a gerincozod. Belégzésre pontod a gólsz, emelkedsz láttartásra, kilégzés, újabb belégzésre, megint emeled a kezed, és kilégzésre fölveszed a pózt. Lábfejezd ki pár, ha kapodat volna előre, valamit szombizom aktív. Így dolgoztatod a gerinc melletti hátizmokat. Jó, lefekszünk olyan a matracon, savászom a relaxálókhoz. Kicsit fogunk pihenni egy pár percet. Ilyenkor mindig a jógázást savászanával fejezzük be. Nagyon fontos része a jógának. Ilyenkor nem felugrunk és elrohanunk, hanem lefekszünk. Talptól egészen a fejtetőig. Ellazítjuk a testrészeket, megnyugtatod a légzést. És egy kicsit pihensz, relaxálsz, minimum egy 2-3-4-5 percet, akár 10 percet. Nyugtasd meg a légzést, engedhető a légzésre visszatérjen természetes állapotában. Kilégzésen keresztül oldjuk a feszültséget, fáradtságot az izmokból. Belégzésen keresztül próbálsz újra feltölteni. Minden egyes kilégzéssel érez, hogy elmezedik a testet, elhozunk. Engedd, hogy az energiák szabadon áramoljon a testben. Kifejtsük az ászanát jótékony hatását. Kizárod a külvilág zajait. Befelé fordulsz, befelé figyelsz, csak a légzésre is próbálsz Thank you.